ez nagyon jó! Azaz, megyek a gyerek után! Megyek a gyerek után, mert mindent megtalál! Azaz, ott van a kincs elrejtve. Megvan! Nem hiszem, hogy ott rejtettem el a tojásokat, baba. Azért megnézed a trambulinba? Hát, ha ott ugrálnak veled együtt. Innen nézed, hogy van-e a trambulin alatt tojás? Figyelj, ez nem igaz. Ó, de jó, hogy időnként kimozdulhatunk ide a kertbe. Fú, fantasztikus. Igaz, Manó? Aha. Molly kedvenc elfoglaltsága a délutánonként, hogy ide kijövünk a kertbe, és ugrál a trambulinon. A húsvéti tojás keresés nálunk minden évben hagyomány. Eddig egyetlen egy évben nem hagytuk ki, úgyhogy ez most sem lesz másként. De amíg eddig többnyire anyukáméknál történt ez a tojáskeresés, vagy éppen egy szállodában, ahová elutaztunk, hát ugye most a karantén miatt beszorulunk ide a házba, szerencsére a kertben azért ezt meg tudjuk csinálni, szóval idén a kertben lesz. Én leszek a felelős, aki majd eldugdossa a tojásokat. Én mindent megtalálok, nem tudod úgy eldugni. Juhú, de ügyes vagy! Nem menekül senki a locsolás elől. Molinak most sikerült, de nem örökre. Hát ez nagyon jó! Moli, én igazából nem akarlak lelocsolni, menj arrébb! Igazából csak itt szórakozom ezzel. Frissítő? Klassz? Jó érzés? Na tessék! Hát vannak, akik szeretik ezt a vödörből való, vagy slagból való locsolást. Ez nagyon jó! Ez nagyon jó! Hát komolyan megáll az eszem. Azt hittem, hogy sikítva fog elrohanni. Mondjuk először el is rohant sikítva, de most már élvezi a gyerek. Hát hihetetlen. Na nézzük. Előkészítettem már egy kupac tojást, ezeket most eldugom. Nem választok azért olyan nehéz helyeket, hogy ne lehessen egyáltalán megtalálni. Azért azt szeretném, hogy rájöjjön, hogy hol vannak, bár azért egyet-kettőt eldugok ilyen kis fűcsomó közé, hogy ezért valami izgalom is legyen a dologban. Sőt, azt is kitaláltam, hogy ide is teszek, mert ide a gyerekek általában nem néznek így föl a fára, csak mindig a füvet vagy a fűben keresik. Ez a hely itt pont jó lesz a tulipánok között, mert ezek pirosak, és hát ha megtévesztik őt egy picit, azt hiszi, hogy ez is tulipán. Teszek oda még egyet, oda belülre is. Vannak itt nyuszikák is, milyen helyesek, látjátok? Olyan, mintha egymáshoz bújnának. Na nézzük, ezeket hova ültessük. Várjatok, építek egy nyuszi fészket ide a trambulin alá. Hát, ha a Molly oda nem akar majd bemászni. Az egyik nyuszi bemászott a trambulin alá. Mindjárt hozok még tojáskákat is. Ugye itt a trambulin, ezen szokott Molly ugrálni, és ez itt van alatta, ez a nyuszi fészek, hozom a tojásokat. Na nézzük, hoztam a nyuszi fészekbe még két tojáskát, és ezeket valahogyan, hát én sem nagyon szeretnék ide a trambulin alá bemászni. Hát tök jó. Oda a nyuszihoz közelebb játszom. Tudjátok, milyen ez, mint a petánk, az egy játék, ahol a nagy kőhöz közel kell dobni a két kicsit. Hát aránylag. Itt a trambulin alatt még nem takarítottunk össze. Itt vannak még az elszáradt levelek. Szerintem ez itt tök jó hely lesz ennek az arany kis nyuszikának. Maradj itt, nyuszi. Ajaj, ajaj, csúszik, csúszik. Ez az, itt a te helyed. Itt van két újabb nyuszika, olyan helyes ez a kis kék. Na, őket pedig itt van egy égigérő tuja a kertünkben, legalábbis Molly, mikor pici volt, ezt égigérő tujának nevezte. Úgyhogy ide fogom ültetni az egyik nyuszit, mondjuk ezt a kéket. Ide beültetem az ágra, ide belülre. Hű, nem egyszerű. De, ott a nyuszi, nézzétek, ott ül az ágon, de tök jó. Na, ennek a nyuszinak is találjunk egy helyet, de nem itt, mert akkor az úgy túl egyszerű lesz Mollynak, hogyha minden egy helyen van. Keressünk neki másik helyet. Na nézzük, ezt ide felültetjük, nézzétek, erre az ágacskára. Ez az, tök jó. Ide hozok még mellé egy tojáskát is. Na, gyere, ide hozunk neked egy tojáskát. Hű, de menő. Gyerekek, már ez a része is élvezetes, hogy megpróbálom eldugni a tojáskákat. És közben a madarak hangja elképesztő. Tegyünk ide is, ide a fa aljához, oda bele. Sutty, oda nézzetek. Oda nézzetek, ott rejtőzik egy tojáska. Itt a fügebokor,
Hát még itt is itt vannak az elszáradt levelek, de nem baj, mert most legalább takarják a tojáskát. Ide is egy zöld jön. Ezért lehet látni, oké. Van itt még nyuszi meg tojáska. Nézzük például ide. Itt megmaradsz, nyuszika. Ő ide befeküdt. Hozunk ide egy kicsi tojáskát, mert ugye ide nem fért nagy tojáska, de a kicsi az ide fér, ó, de tök jó. Úgy gyerekek, találtam egy trükkös helyet az egyik nagy tojáskának. Itt van egy ilyen kerítés oszlop, és ide tettem, ezt nézd. Oda felült a kerítés tetejére ez a tojáska. Na ez a kis tojáska, ő bebújik ide a lila virágok közé, ide eldugom. Hát, ha nem lesz olyan könnyű észrevenni. Hűha, elég jól állunk még tojáskákkal. Ezeknek is helyet kell találni valahol. Imádom, ahogy beszélgetnek velem a madarak. Oda is bedobok egyet. Hát, ez tök jó rejtekhely. Ha akarom, látom, ha akarom, nem. Vagy ha nem akarom, nem. Ez olyan szép ez a tuja, nézzétek, ilyen lógó levelű vagy lombú tuja. Állati klassz. Na nézzük, ide az ágra nem tudunk tojáskát rejteni, hiába van még egy marékkal, hanem valahova oda alulra bedugom, vagy bedobom, nézzük csak, oda. Nézzétek ezt a fenyőt, ez olyan gyönyörű, ez úgy néz ki, mint egy ilyen, mint egy hatalmas ilyen dinoszaurusz, nézzétek. Ez abszolút így nézett ki, már mikor ide költöztünk, akkor is, nem utána ferdült el. Ide is bedobunk alá egy tojáskát, nézzétek, egy zöldet, mert a zöld tojáska nem annyira feltűnő. Ide a másik tuja alá piros tojáskát fogok bedugni, vagy begurítani. Azt de jó rejtek hely. Itt a kapu mellett áll ez a kis tuja bokor, majd hogyha jön a kertész, akkor szépen megnyírja ilyen kocka formájúra. De most még egy kicsit elvadult, viszont van egy zacskó cukrunk. Ezt ide belerejtem, mit szóltok? Hű, de menő. Ide belerejtettem. Tehát, ha így oldalról nézzük, nem is látszik a zacskó cukor. Csak hogyha picit közelebb megyünk, és így fölülről belenézünk, a minden itt tök jó. Itt van egy üres cserép, ami arra vár, hogy ültessek bele valami kültéri szép növényt. De most nem növény lesz, hanem ide belerejtek egy tojáskát. Sutty! Azt a deklassz. A magyar bokorra már tettem egy tojáskát. Nagyon furmányos vagyok. És egyet még belerejtek oda belülre. Vajon hova esik? Azaz! Oda nézzetek, de menő! A fűcsomók is arra jók, hogy tök jól el lehet alattuk dugni a tojáskát, nézzetek. Így fölülről nem is látszik semmi. Van még egy utolsó tojáskám. Azt bedobom oda. Hát innen nem is látszik, és küszöbb csak, hogyha az ember közelebb hajol. Na készen vagyok, elrejtettem mindent, hívom Mollit. Hú, annyira izgatott vagyok, ez akárhány éves az ember, ez minden évben nagyon jó mulatság. Itt van a kis kosaram, ezzel fogok elindulni, remélem, hogy a tojásvadászat végére tele lesz. Na babám, akkor hajrá! Wow. Wow. Oh. És tessék, hűha, mit találtál? Hát igen, a gyermek gond nélkül bemászik a trambolin alá, hogyha lát némi tojáskát, meg nyuszi fészket. Találtál valamit, babuci? Igen. Na, Muti, az első szerzemények. Jaj, hát itt van nyuszi mama, meg a két tojáskája. Tök jó, mehet tovább. Megvan, pedig berejtettem oda. Na, ott is van egy, a Sas Szentbrigád azonnal megtalálja. Ott is. Hol van? Ott a berejtettem a növény alá, és megtalálta az éles szemű gyermek. Ez minden évben olyan jó móka, gyerekek, ezt ne hagyjátok ki. Tényleg, mit találtál? Felült a fára a tojáska, és meglelte a gyermek, meglelte. Na, szépen tessék körülnézni, mert megpróbáltam furfangos helyeket keresni. Mindenfelé nézünk, le is, föl is. Ott mi van? Oda nem is rejtettem. Jó, de? Tényleg. Oké. Okay. Ott egy. Jó. Megtalálta, amit felültettem a kerítés tetejére. A kis sasszemű, tényleg. Robbanó cukros. Na tessék parancsolni, ez a nyuszi mindenre gondol. Ez komolyan, gyerekek, a legjobb móka. Ezt ki ne hagyjátok.
Mármint igazából a felnőttekhez szólok, hogy ne hagyják ki, még a saját kertünkben is tök jó rejtek helyeket lehet találni. Ó, ez egy aranybánya! Mindjárt két tojáska egy helyen. Tök jó. Tök jó. Ott is egy, ott is egy! Hol van? Hol van? Ott hátul. Hűnye? Nem, az tulipán. Na hát ezért rejtettem ide a pirosokat, hogy egy kicsit megtévesztelek. Ott is egy. Uhuhuhu. És megtalálja a gyermek az elrejtett pirinyó kis tojáskákat is. Ó, ez az. Szúrnak ezek a levelek, úgyhogy óvatosnak kell lenni. Az az, megyek a gyerek után, mert mindent megtalál. Azaz, ott van a kincs elrejtve. Megvan. Mindenhol körbe kell nézni. Hát egy óriási nyuszi csücsült az ágon. Tök jó. Na nem tudom ám már, én magam se. Jujujuj, ezt nézzetek. Nyuszi. És tojás. És tojáska is van, úgy. Ide nézzetek, már majdnem tele van a kosaram, pedig szerintem még nem találtam meg mindet. Na, a kis felfedező. Ho-ho-ho-ho. Azaz, van egy kis tojáska. Juhú! És ott van a nagy nyuszi. Megvan. Előled senki nem bújhat el. De jó színe van. Nem fér bele a kosarába a gyermeknek. Már túlságosan tele van. Ez az. De hát így a jó. Ezzel a kis kosárral járunk minden évben. Molly pici kora óta ezzel a kosárkával jár tojáskeresőbe. Milyen ügyes! Ez csak innen közvetlen közelről lehetett észrevenni. Hát, lehet, hogy nincs több tojáska? Hát nem tudom, olyan gyanús. Azért én jól megnézném. Tojás! Az is tojás? Hát, nézzük csak meg. Mutti, azaz! Megvan az is. Ott is van! Hű, na látod? Mondtam, hogy mindenfelé nézni kell, mert itt találtad meg szinte az első nyuszit, itt az ágon, és ez meg ott volt lent. Mindent a tojáskáért. Megvan? Megvan! Azaz, mindent megér a tojáska. Nyuszi! Tojás! Nyuszi és nyuszi. Tojóka. Tojás is van. Na? Akad de még tojáska ott a virágok között. Tojás, és meg lett. Az igen, jó sok tojás dugattál, Nyuszi. De klassz. Ez annyira jó emlék, olyan szép emlék. Hát gyerekek, a hagyományokat tartani kell. Látjátok, hogy Molly már nagylány, és mégis mekkora örömet okozott neki ez a kis tojáskeresés. Nekem is örömet okozott az, hogy eldugtam őket, neki pedig az, hogy megkereste. Ahogy már mondtam, egész pici kora óta ez egy hagyomány nálunk, amiről nem mondanánk le semmiképpen, hogyha beszorulnánk effektív csak a házba, még ott is megtartanánk ezt a tojáskeresést, mert ez nem maradhat el. Mint ahogyan a húsvéthoz hozzátartozik a sonka, és a főtt tojás, meg a torma, így aztán a tojáskeresés is hozzátartozik, erről nem mondhatunk le. És ha tehetitek, akkor ti sem mondjatok le róla, mert ez nagyon-nagyon jó játék az egész családnak. Köszönjük szépen, hogy velünk tartottatok! Ha gondoljátok, iratkozzatok fel, nyomjatok egy lájkot erre a videóra, ha tetszett, és legyen nagyon szép napotok! Sziasztok!